Centenáriumát ünnepli a Komlói Bányász sportkör labdarúgó szakosztálya. A vasárnapi rendezvény fénypontja az Újpest Weber Györggyel, Egressy Gáborral, Kovács Zoltánnal, Bíró Attillával felálló öreg fiúk csapatának látogatása volt. A lilafehérek a kisműfüves pályán mérkőztek meg a komlóiakkal. A fővárosi legendák szívesen jöttek el a 100 éves jubileumra. Weber György, kétszeres bajnok, Magyar Kupa és Szuperkupa győztes, háromszoros válogatott labdarúgó, nagyon készült a barátságos mérkőzésre. A kérdés első fel az pont aktuális, tradíció. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, azt gondolom, mindenben, a sportban különösen. 100 év azért az már egy maradandó és egy nagyon szép kerekszám. És azért említettem, hogy aktuális, mert Újpesten most mi ezzel küzdünk, hogy egy elég komoly tradíció, gyilkosság folyik itt elég hosszú ideje. Úgyhogy ennek kapcsán ugye nagy örömmel jöttünk. Hát nyilván van személyes kapcsolat is, ugye a Bódis Tomi barátom invitálását fogadtuk el, és azért is érkeztünk, hogy esetleg, ha tudjuk emelni a rendezvény színvonalát, megpróbáljuk. Úgyhogy nagy örömmel jövünk mindig, különösen olyan helyre, aminek tényleg nagy múltja van, és ez a 100 év az önmagáig beszél. Minden öreg fiúk meccs előtt a túlélés az elsődleges szempont. Nyilván szeretnénk nyerni, mert azért mi is megpróbáljuk a saját értékeinket azért úgy ápolni, de mivel látom, hogy milyen rengeteg néző és lelkes ultrák, és nyilván a hazaiak is nagyon motiváltak, nehéz feladatra számítunk, de azért igyekszünk győzelemmel ünnepelni a Komló 100 éves születésnapját. A csapatkapitány Kovács Zoltán, magyar bajnok, szuperkupa győztes, válogatott labdarúgó. Már nagyon ritkán tudunk összejönni, örülünk mindig az ilyen meghívásoknak, hogy itt körülnézek, hogy mennyien állnak a pálya körül, akkor egyáltalán nem bántuk meg, hogy a vasárnapunkat erre szántuk. Dárdai Pali bácsi itt dolgozott, az egy nagyon szép időszaka volt a klubnak, egyébként is különösen szerettem őt, Isten nyugosztalja, úgyhogy Dárdai familiáit is letette a nevét. Itt is, a fontos, hogy itt is szeretik a sportot, a futballt, pláne látom, hogy új pályákat építettek, ez mindenképpen jó dolog. Széki Attila mindössze 17 éves volt, amikor bemutatkozott az Újpest FC színeiben az élvonalban. Napjainkban Curtis néven ír és ad elő dalokat. Első ismertebb száma Anya Egyesületéről is szól, Újpest a negyedem címmel. Én azt gondolom, hogy eléggé azért a két csapatnak a játékosai már ezer éve ismerik egymást, jó a hangulat, ráadásul tök érdekes, hogy a Kocsmár Zsoltinak a apukája játszik az ellenfél csapatban, akivel én is együtt játszottam, mármint a Zsoltival. Gyönyörű a környezet, én nagyon várom a mérkőzést. Nekünk azért is fontosak ezek az összejövetelek, mert itt együtt tudunk lenni, és akkor így ezt így ki is használjuk, háló Istennek, de azt tudni kell, hogy én jövő héten is jövök ide fellépni. Összekeverték a világháló, nem tudták, hogy most akkor most fellép, és nem most focizunk, és akkor pénteken jövök majd, ha jól tudom, pénteken jövök majd, és akkor viszont fellépni fogok, nem focizni. Stemmler Tibor nézőként jött el a mérkőzésre. A korábbi labdarúgó játszott Komlón és az Újpest színeiben is. Jó, összetartok az egyesület, Kovácsolt ez az egyesület, régebben is, most is. Igaz, én mostanában nem vagyok ebben, de akkor, mikor én játszottam itt, 79-től, az nagyon jó társaság volt, és a városnak akkor még mai viszonyokhoz képest jobban ment, és így jó szórakozást nyújtottunk nekik. Elkezdtem, én Mázaszászváron, egy másik bányászváros, ahol ugyanúgy májusban tartottuk a 100 éves jubileumát az Egyesületnek. Újpestre kerültem, ott játszottam 3 évet, közben családot alapítottam, és eljöttem inkább haza, mint a budapesti élet, és itt játszottam 91-ig. Kis Sándor is kíváncsi volt a mérkőzésre, aki komlói gólvágóból lett újpesti játékos. 100 év nagyon sok idő, és nagyon hosszú idő. Azt gondolom, hogy ez a városka, ugye most majd kell hívnom Komlót, mert kevesebb a lakosság, mint régen volt. 100 évet megérni, és ilyen sok sport nevezetes embert adott a magyar közvéleménynek, igazából azt gondolom, hogy nagyon nagy emlék, és egy nagyon nagy számomra, főleg nagy emlék, mert ugye én itt kezdtem a játékot, és hát innét éveredett a pályafutásom. Nagy emlék, és nagyon sok, tehát azt gondolom, hogy egy öröm ez az ünnep. Ugye 7 évet Újpesten töltöttem, nagy sikereim ott voltak elsősorban, mindig is
a Komlóhoz köt a szívem, Pécshez is, meg Pécsen is voltam, és hát Újpesthez is. Minden három csapatot szeretem, és hát egyik, mindenhol voltak szép emlékeim, jó dolgok mentek, és hát kedvelem mindegyiket, tehát ez a legfontosabb, szeretem őket. A találkozót a házigazdák kezdték jobban, és az első 20 perc után 3-1 állt az eredményjelzőn. Aztán a szünet után az újpestiek kerültek fölénybe, és Kovács Zoltán mesterhármasával fordítottak. Ambrus találatával felcsillant a remény az egyenlítésre, de Széki Attila mellkassal besodort gólja eldöntötte a sportszerű mérkőzést, amit 6-4-re a fővárosi alakulat nyert.